dolgozni a gyerekek. Ahogy már említettem, mi egyértelműen erre a generációs különbségek csökkentésére játszunk. Itt egy tényleg egy informális tudást ösztönző koncepcióról van szó. Én 22 éves vagyok, idén lesz az 5. éve, hogy a PT-ben távoloztatok. Vele megfordult egy kicsit fiatalabb, egy kicsit idősebb tanárokkal fognak találkozni gyerekek. Ha távoloztatokról beszélünk, akkor kettő nagy csoportra tudnám őket sorolni, vannak a mókusok, illetve a tanárok. A mókusok arra azért fontosak nekünk, mert ők segítenek abban, hogy tényleg egy minőségi, egy tiszta tábor helyen tudjunk mi dolgozni, minden ilyen étkeztetéssel kapcsolatos dolgokat ők intéznek. Ők játszanak a szünetekben a gyerekekkel, ők akkor éppen a gyerekek egymással játszanak természetesen. Ők figyelnek arra, hogy mindenki minden rendben legyen, mindenki megtalálja a baráti társaságát. Nyilvánvalóan itt az elején ez kulcsfontosságú, hogy extrán ügyeljünk, amikor látunk egy szomorkodó kisgyereket, nincs sokan, ahogy egyedül van hagyva. 500 gyerekről beszélünk, akik idejönnek, 400-500, és ehhez hát vagyunk egy jó táboroztatók és mókusok. De a mókusok azok, akik a tábor tisztaságáért és közvetlen ebből a szünetekből a gyerekekkel vannak összekapcsolva, és akkor a tanárok, ők pedig azok, akik a témafoglalkozásokat tartják. Itt 12 plusz témafoglalkozással beszélünk. Tehát itt a kreatív szekció, a dróntábor, az informatikatábor, a kutatábor, mindent megtalálnak. Ezek között a szekciók között a mozgás, erre talán még térünk is vissza. Távolra szokották ezek az órákkal, és akkor mi ugyanúgy, én a kompozícióban vagyok egy tanár, vagy szinte a szekció vezetője, és akkor igazából amint megtettük az órákat, hanem ugyanúgy egyre vagyunk a gyerekekkel, a délutáni foglalkozásokon részt veszünk, az esti programon ugyanúgy beolvadunk ebbe a csapatosdiba. Itt tényleg úgy kell elképzelni, hogy mindenki összedolgozik, és ez alapján áll össze ez a oda csapat, akik minden pillanatban azt leszik, nem minden pillanatban, minden percben azt lesik, hogy hogyan tudnánk egy mosolyt csalni a gyerekek arcára, igazából ez a főcím. Természetesen benne van az, hogy igenis tanuljon egy angol táborban, angolul a gyerek, ezért vannak olyan nyelvi angol tanáraink, akik egyáltalán nem beszélik a magyar nyelvet, ők Magyarországon tanuló egyetemisták, megvan ez a tanulás része, viszont a nap végén a legfontosabb, és amire mindenki törekszik, hogy mosolyban menjen hozzá a gyerek. Ennyit szeretnénk, és én úgy gondolom, hogy a legtöbb szülő is ennyire vágyik, hogy egy kellemes és egy tényleg maradandó élményben legyen része a gyerekének